Dicsértessék, atyám! Egy film terv megvalósulásáról beszélünk, a Legyetek szeretettel című filmnek a forgatásáról. Akik nem ismerik Brenner János nevét, és ha meghallják a film címét Legyetek szeretettel, akkor nem igazán tudják, hogy mi ebben az üzenet. És gondolom, hogy ez általában kifejtésre, kicsit kifejtésre szorul, hogy ne azt gondoljuk, hogy ez egy ilyen ájtatos, hogy mondjam, csak szlogen, hanem emögött egy nagyon erős tartalom és egy nagyon erős tragédia húzódik meg. Egy 26 éves fiatal emberről beszélünk, aki Rába Kefejem káplán szolgált. 1957. december 14-éről 15-ére virradó éjszaka, ez advent harmadik vasárnapja volt akkor éppen, agyonverték a falu határában, úgyhogy kicsalták, hogy utolsó kenetet kell vinni egy szegény beteghez, és természetesen fölkelt és elindult, és ez egy csapda volt. Egy filmforgatókönyvet írtam róla, aztán úgy adódott, hogy ebből sorozatot lehetett csinálni. Tehát filmsorozatot, és ez meg azt jelenti, hogy Tövirőhegyre el lehet mesélni. Nincsenek utalások, nincsenek bizonyos homályba tolt részletek, hanem mindent gyakorlatilag föl lehetett dolgozni az utolsó pillanatig. Fölvillantjuk a gyerekkorát a Brenner Jánosnak, mert hogy egy hívő családban nőtt föl, ahol az apuka minden nap eljárt a templomba, és mind a három gyermekét az 50-es években pappá nevelte. Szerettem volna, hogy valahol ott a Szent Gotthárdi dombokon forogjon a film, mert hogy egy szerintem rendkívül speciális és árulkodó a helyszín. És ebben csak megerősített, illetve hát a kollégáimat is meggyőzte az, amikor lementünk és megtapasztalhattuk azt, hogy ott milyen kultusza van Brenner Jánosnak. A 80 éves nénike, aki annak idején ismerte Brenner Jánost, sütött nekünk pogácsát, meg piskóta szeletet, hogy ne fázzunk ott a forgatáson. Tehát hihetetlen volt, és mindenki, mindenkit meglepett, mert ez a mai kornak, vagy a mai világnak valami olyan hihetetlen gesztus, amit nem ismerünk már. Én azt találtam ki, hogy megszólítsam a fiatalabbakat is, tehát ezeket a 10-20 éveseket, hogy egy ilyen trendi fiatalembert választottam főszereplőnek, ezt a szeretett Darvasi Áron játsza, aki elmegy Rábakethelyre, és megpróbálja ilyen 21. századi szemlélettel földolgozni. YouTube-on keresztül terjesztve, hogy eljutatva képeket, közreadni ezt a történetet. Sziasztok, ez itt a Minden Tudni Akarok, én pedig TG vagyok. Éppen itt vagyok egy Rábakethelyi temetőben, ahol egy 60 évvel ezelőtti gyilkosság szálait próbáljuk felfejteni. Nem tudom, milyen évet írunk most? 1957. December 15-én. Egy évvel a forradalom után... Szabadság. 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 Néhány száz méterre légvonalban ettől a kis templomtól... Legyetek szeretettel üdvözölve. Meggyilkolnak egy fiatal papot. A film másik főszereplője, aki Brenner Jánost alakítja, az a Szombathelyi Színház, most már Budapesten élő tagja, Jámbor Nándor. Egyébként pedig a Szombathelyi és a Zalaegerszegi Színház művészei vesznek részt a munkánkban, egy-két kivétellel, akik Budapestről érkeztek hozzánk, de olyan szinten működnek együtt, hogy egyik jobb, mint a másik. Legyetek szeretettel!